Javában zajlik az RMDS támogató aláírásainak gyűjtése a május 26-ai európai parlamenti választásokra. A szövetség szerint a tét még soha nem volt ekkora, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki képviseli a magyarság érdekeit Brüsszelben. Sajtótájékoztatón ismertette az EP választások aláírásgyűjtési kampányának eddigi eredményeit a Maros megyei RMDS. A célul kitűzött 45 ezer aláírás felét már sikerült összegyűjteni, az arány országos szinten is hasonló. A kötelező 200 ezerből már több mint 100 ezeret teljesítettek. Az EP választások tétje óriási, főként, hogy az unió költségvetését az új parlament kell majd megszavazza. Ott lesz majd véglegesítve a költségvetés, milyen témakörökre, milyen pénzalapok jutnak, hogyan sikerül az új tagállamok, régi tagállamok közti egyensúlyt megteremteni, megőrizni a kohéziós pénzalapokat, a gazdatámogatásokat. Ugye nekünk az az érdekünk, hogy a jelenleg fennálló rendszer minél nagyobb mértékben megmaradjon, és ez jelenti azt ugye, hogy azok a pénzalapok, amelyek a közösségeink rendelkezésére állnak, azok meg lesznek, illetve hogy azok bővüljenek. Elmondta, minden magyar támogatására számítanak úgy a társadalom, mint a politikai alakulatok részéről. Újságírói kérdése válaszolva Péter Ferenc, Maros megyei RMDS elnök elmondta, bár nem sikerült a legjobb közös nevezőre jutni a Magyar Polgári Párttal, az ő támogatásukra is számítanak. Szerintem, ha a józanész diktál, akkor mindenki megérti, hogy ez magyar ügy, nem az MPP vagy az RMDS ügye, és akkor gondolom, hogy ellenkampányt nem fognak folytatni, legalábbis remélem. Az elkövetkező időszakban egész biztos, hogy lesz beszélgetésünk az egyetlen MPP-s polgármesterrel, aki Maros megyében van ezzel kapcsolatban, és én remélem azt, hogy ugyanúgy fogják támogatni az RMDS listát, mint ahogy kell támogassanak szerintem egy magyar ügyet. De nem csak Maros megyében gyűlnek a támogató aláírások. Gyergyószent Miklóson a köztereken felállított standoknál gyűjti az aláírásokat Oltján Csongor, az RMDS lista 4. helyre rangsorolt jelöltje. Amiért elnöke azt mondja, az ifjúság hangja lesz a kampányban. Nagyon fontos az, hogy minél több fiatal részt venne a választásokon, viszont ennél fontosabb az is, hogy a fiatalok hangját tudják hallatni majd az Európai Parlamentben, elmondják a véleményüket, és a következő 3 hónapban arról fog szólni az én kampányom többnyire. Felmérjük azt, hogy a fiatalok milyen Európai Uniót várnak el. A május 26-ai EP választásokon teljes listát indít a szövetség. A két befutónak számító helyen Winkler Gyula és Vince Lóránt áll. Őket Hegedűs Csilla, Oltján Csongor és Sógor Csaba követi a rangsorban.